Szép napot kívánok mindenkinek itt a Fehérvári Beszélgetések. A mai napon egy olyan Fehérváron élő fehérvári fiatal hölgyet szeretnék mindenkinek bemutatni, akit igazából már nem is kell nagyon bemutatni. Rengetegszer volt már újságban, volt már nálam a Vörösmarty Rádióban is, és elég aktív a Facebookon, és nagy-nagy vágya, hogy elismert divattervező legyen, amiért tényleg nagyon-nagyon sok mindent megtesz, és fiatalkora ellenére nagyon szép sikerei vannak. Vendégem a stúdióban Dilán Sali. Szia, köszöntelek téged. Szia, köszöntelek. Örülök, hogy itt vagy. Voltam már nálam a Vörösmarty Rádióban, akkor nagyon-nagyon jót beszélgettünk egyébként rólad. Először is, amin én fennakadtam, meg nyilván mindenki, amikor meghalljuk a nevedet, hogy Dilán Sali, akkor nem egy ős magyar név jut mindenkinek erről eszébe. Származásodról kicsit mesélj meg, hogy kerültetek ti Fehérvárra egyáltalán. Hát igazából 1996. február 20-án láttam meg a napvilágot, kurd származású szülők gyermekeként Székesfehérváron. Tehát a szülők már itt voltak a városban. Igen, igen. Édesapukám 30 évvel ezelőtt jött Magyarországra, édesanyukám viszont 20 évvel ezelőtt. És akkor ők itt egy pár voltak már akkor, vagy itt Magyarországon keveredtek egymásba valahogy? Igazából apukámnak először volt egy magyar felesége, akitől elvált, utána hazament az anyukám szülőföldjére, Kurdisztánba. Igen. Ott ismerte meg anyukámat, és onnan hozta ide. Ugye Kurdisztán kapcsán lehet hallani nagyon-nagyon sok mindent a hírekben. Általában az illen az embereknek, hogy ez nem éppen egy annyira békés régióban van, vagy amik körülveszik országot, nem feltétlenül mondjuk a béke szigetei. Ez hogy lehetne behatárolni, ez merre van, aki esetleg nem tudja, vagy nem tudná? Hát úgy igazából Törökország után, és Szíria előtt található nagyjából, ez egy tartomány, tehát még nincs elismerve országként. Demokratikus és rendkívül békés ország, tehát a hírek és a köztudat ellenére ott egyáltalán nincsenek háborúk. Tehát inkább az iraki részen. Tehát kimersz oda menni teljes lelkidékével, nyugalommal, és szoktatok is kijárkálni? Igen, igen. Legutoljára 2013-ban voltam, illetve majd a közeljövőben egy ottani felkérés alapján majd újra ki kell mennem. Ez jó, beszélünk majd erről is mindenképpen. Igen. A szakmáról. Maradjunk még ugye a származásodnál, maradjunk igazából a családodnál. Neked vannak ugye testvéreid is, hogyha jól tudom. Hányan vagytok összesen? Négyen. Négyen vagytok. Én vagyok a legnagyobb. Van két fiútásom és egy húgom. És ők is itt Fehérváron élnek, itt tanulnak. Igen, egy családban, igen. És a ottani hagyományokból, kultúrából nyilván, ami eltér jelentősen a magyartól, ápoltok valamit, tehát tartjátok azokat, vagy inkább teljesen már így a megmagyarosodott irányban vagytok, és inkább a magyar életet folytatjátok? Hát inkább magyarosodunk, de vannak olyan hagyományok, szokások, inkább ünnepek, amelyeket szintén tartunk. Az arab világban egyébként például az ilyen ramadáni összejövetelek Pesten szoktak lenni, mi is fel szoktunk menni. Igen? Igen, igen. Hogy néz ki egy ilyen összejövetel, ramadáni összejövetel, a kíváncsi vagyok. Hallani annyi mindent az ilyenekről, ugye nekem kívülállóként ez teljesen idegen világ, de ez milyen lehet? Hogy tudnál elmesélni nekünk picit? Hát igazából nagyon sok arab, szír, török, iráni és ilyen keleti származású emberek szoktak összejönni. Ez egy ilyen ebédelős, vacsorázós ilyen összejövetel, ahol beszélgetnek, és jól szórakoznak igazából. Úgyhogy... Tehát akkor jól el vannak. Igen, élvezik igazából az életet. Igen. Egyébként a kurdok mennyire vidám emberek? El lehet tudok mondani, hogy életvidám, igen, életig mindenképp. Élő emberek? Tényleg? Igen, igen. Hát az ottani életstílus, meg az ottani élet igazából sokkal nyugodtabb, ugye drágább is, luxusosabb. Igen, tehát... tényleg? Igen, tényleg, igen. Ott nagy luxusban élnek, el lehet mondani az emberek? Igen, tényleg, igen, tehát igen, ilyen, mint a Dubaj-szerű képződménytábor az emberek elé, amikor pontosan, nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben, tehát úgy kell elképzelni az épületeket, akár Dubajban. Tényleg? Igen. Az tehát igen. Nem is láttam igazából, amikor kint voltam utoljára 2013-ban, nem is láttam emeletes házat, hanem sorba villák voltak egymás mellett, és akkor az egyik szebb volt a másiknál, aranykerítés, márványtömbök. Ki ne menjek? És ott miből élnek az emberek? Tehát mi ott általában foglalkoznak az emberek? Tehát mi adja? Igazából leginkább irodai munkák, de szerintem a kőolajnak köszönhető leginkább minden. Biztos vagyok benne. Igen. Egy jó fizetett irodai munkás azért nem biztos, hogy azért ezt a fajta luxus meg tudja magának. Hát igazából engelni. Ott a családban, hogyha két ember dolgozik, például 6 főből, bőven meg tudnak élni, és ezt a luxust fent tudják tartani. Hihetetlen. Igen. Legalábbis ugye európai szemmel hihetetlen. Igen, igen. Hihetetlen. Nekem is az volt. Ezt azért elképzelni. Ugye Felkomban a beköszönésben mondtam, hogy azért a divat világába szeretnél igazából elhelyezkedni, ott szeretnéd magad, mint híres divattervező elképzelni, és szoktuk mindig mondani, amikor találkozom, meg írok a Facebookon, majd, ha befutsz, adsz egy pólót, hogy legalább egy értékes dolog legyen rajtam. Hogy jött ez neked? Mert gyerekkorodtól meg volt benned, hogy én divattervező leszek,
És a kérdés másik része, a szülők ebben mennyire támogatnak téged, mert azt mondják általában, hogy a gyereknek legyen egy rendes szakmája, utána pedig, ugye ez is ilyen álomszerű szakmák közé tartozik, utána pedig maradhat az álmodozás. Hogy teljes mértékben támogatnak téged, illetve a kérdés első része, hogy mikor jött ez neked, hogy te tényleg divattervező Igazából lenni? 3 évesen, 4 évesen kezdtem észrevenni, hogy divat skicceket csináltam, persze ilyen gyermek szinten. Tehát ilyen ruhákat rajzoltál? Igen, igen, és később pedig óvodás és általános iskolás koromban elkezdtem Barbie baba ruhákat készíteni, és ott kezdtem el igazán felismerni, hogy szerintem én ezzel fogok későbbiek során is foglalkozni. Leginkább igazából, amikor utaztunk például Isztambulba, ott szintén, tehát egyszer csak szóltam szüleimnek, hogy anya, apa, kéne olló, meg egy kis ruhanyag. Elfogyott a zsírkréta, elrajzoltam, mindet vegyetek meg. Igen, hogy kéne egy kis olló, ruhanyag, és csináljunk egy-két ruhát. És néztek rám furán, de hát Dilán, utazunk, itt nem lehet. De anya, lehet, oldjuk meg. És akkor megoldották, gondolom, igen, a szülők azért. Igen, igen. Igen, mert ott igazából, ahogy az ember a hotelből kinéz, nagyon sok ruhabolt vannak, tehát ilyen emeletes ruhaboltok. Én is ugyanúgy kinéztem, mi éppen az aktuális divat. Olaj azért volt a tűzre konkrétan, igen, akkor ahol ment. Tehát ez kellett még a gyereknek, nem tudjuk lebeszélni róla semmiképpen. Igen, sem. Igen, mondták is. Igen. Igen. Visszatérve arra, hogy mennyire támogattak, nagyon sokáig, főleg édesapukám nem nagyon szerette volna ezt. Mm. Mai napig is néha így mondja, hogy szerintem nem kéne. De mit szeretett volna, hogy mi legyél egyébként? Mert biztos volt valami elképzelés, hogy mi legyen a gyerek. Inkább mérnök, könyvelő, meg... Orvos, gondolom, nem? Orvos, ilyenek. Ügyvéd, inkább ezek a területek. De... Hát egy jó plasztikai sebész ilyen névvel, hát hány ilyen van Magyarországon, gondolod-e? Igen. Doktor Dilán Sali. Tetszik egyébként. Meg az is, figyelj, igazából van érzéked a széphez, nyilván van érzéked, tehát nyilván abban is lehet, hogy jó lenni, meg jól tudnám működni. Gondolkodtam egy időben rajta, de sok lenne már ennyi. Öreg leszek, megkereslek. Amiatt is, a póló miatt is, meg a másik a dolog miatt is mindenképpen. Igen. Egyébként ugye minden divat tervezőnek megvan egy ismertetője, hogy milyen stílust követ, mi az, ami meghatározza. Neked van valami, amiről mondjuk meg lehet téged ismerni, vagy amire törekszel, hogy fel, saját branded divatosan? Igen, tehát rendkívül szeretem a színes ruhákat, nagyon díszes, csillogos ruhákat, innen lehet leginkább felismerni. A legutóbbi divat bemutatomon is így a ruhákat, hogyha így megnézi jobban az ember, akkor tele van virágokkal, gyöngyökkel, csillogó anyag, tehát én leginkább erre törekszem, hogy azt adjam, ami én vagyok. Jó. Mennyire vevők erre, mondjuk ezt csúnyi kifejezés, hogy mennyire vevők erre a magyarok, de mennyire szeretik ezt a fajta stílust a magyar emberek, mennyire kelendő, mik a visszajelzések? Igazából eleinte nagyon féltem, hogy ugye bár megszokott a ruhapiacon, hogy egyszerűbb ruhák vannak, és el is gondolkodtam olyankor, hogy vajon azt kéne adjam, ami úgy én vagyok, vagy pedig amit éppen az igen, aktuális piac kíván. De úgy voltam vele, hogy leginkább önmagamat szeretném adni. Én csomó ideig egyébként tartottam is ettől, viszont nagyon kellemesen csalódtam a divat bemutató után, ugyanis nagyon pozitív jelzések jöttek azzal kapcsolatban, hogy jaj, mennyire színes, mennyire vidám, mennyire kreatív, mennyire más, és így igazából ez nekem nagyon sok erőt ad ahhoz, hogy ezt folytassam. Ez kell is egyébként a magyar embereknek, Siffer Miklóstól olvastam talán, hogy ő nyilatkozta, hogy a magyar emberek igen szürkén öltözködnek, főleg egy bizonyos életkor elteltével, hogy szinte már azt gondolják az emberek, és nem megbántva senkit persze, hogy elvárás, hogy csak feketébe öltözzünk, csak nem tudom, szintelen otthonkákba öltözzenek az emberek, és tényleg ilyen őszi, melankolikus hangulatkép tárul az emberek elé, tehát ez egyfajta szint is majd hozhat akkor a magyar öltözködésbe. Igen, mindenképp szeretnék. Egyébként pont nálunk kint külföldön, tehát hogyha valaki kimozdul a házból, egy asszony tegyük fel, már egyből ügyel arra, hogy ékszer fel legyen. Tényleg, ott igen, rögtön? Igen, igen, díszes ról, de még hogyha piacra mennek, akkor is. Tehát nálunk rendkívül színesen öltöznek, és sokkal csinosabban. Magyar férfiaknál régen a svájci sapka volt ilyen, tehát fogat most nem mentek ki a fürdőbe szerintem a svájci sapka nélkül nagyjából. Jó, most ez már a természetesen kikopott egyébként, így igen, van. Tehát... Mennyire költséges, ugye egyelőre ez neked hobbi, vagy azért már mondjuk meg tudnál ebből esetlegesen élni, tehát csúnya kérdésni, vagy hozzá a konyára, vagy ez egyelőre még csak a hobbi szinten van? Igazából a kettő között kezd mozogni, tehát... Hát ez szép, mert még fiatal vagy, nagyon jó, ez szép eredmény. Igen, elkezdtem először varni ruhákat, utána jött egy felkérés, első divat bemutató. Lezajlott az első divat bemutató,
bekerültem külföldi újságokba, igen, és most már otthonról is, szülőföldünkről is keresnek, hogy tartsak egy divatbemutatót. Tényleg? Igen. Na igen, mert azt láttam a közösségi oldalon, hogy megosztottad, de ez milyen újság volt, és mi volt ez a konkrét felkérés? Igazából ez a Rudaf TV, ez egy keleti média. Igen. Ők szintén tévés újság is. Igen. Több országban megjelennek, Szíria, Törökország, Kurdisztán, Irak, tehát ez igazából a 4-5 nyelven volt fenn a velem készített interjú. Rendkívül egy népszerű média, és ugyebár ők mondták azt, hogy olvastak rólam több helyen is, és hogy csináljak velük egy interjút, ugyanis kurd származásomból kifolyólag, hogy én miket értem el Magyarországon, és ugye miután ez megtörtént, felkerestek azzal kapcsolatban, hogy van a kurdisztáni divat hétvége, és hogy majd jelentkezzek be oda, hogy ott is tartsak divatbemutatót. No, ez nagyon szép. De ez már megvolt, vagy ez majd még lesz? Inkább a jövőben. Hát erre azért nagyon kell készülni. Tehát... Az egy nagyon nagy esemény, gondolom. Igen, igen, ilyen... igen, igen, igen. Erre nagyon kell. Minimum egy fél évet biztos, hogy kell rá készüljek, mert ugye oda bár, főleg, hogy nagyon színes és díszes ruhákat hordanak, tehát... Úgy az rendben van, hogy megcsinálok egy 20-30 darab ruhát, de azoknak a díszítése rendkívül sok időt vesz igénybe. Persze. Egyébként ezt te még szeretnéd abban az étemben továbbfejleszteni, hogy mondjuk képezni magad iskolában, tehát magasabb szintű iskola, vagy inkább a saját utadat járni, és saját magad kialakítani? Hát igazából most szeptembertől tervezek tovább tanulni is. Ezen a területen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindig, hogy tovább képezzem magam, mert igazából pont a varrásnál van mindig egy-két taktika, ami alapján igazából sokkal könnyebben meg lehet csinálni, mint hogyha az ember nem jár egy továbbképzésre. Ezt te saját magad varrod is, akkor ezeket igen, találom te tervezed ki. Meg, te igen. Veszed meg az anyagokat, igen, te varrod igen. Konkrétan. Mindent, igen. Ezt úgy kell kezdeni, hogy neked a szobádban nem tudom, mi csodák ilyen plüsmacik vannak, hanem varrógép, hegyek, meg szabászgépek, ruhanyagok. Igen, igen, anyukám mindig szokott veszekedni velem, hogy milyen rendetlenség van meg. Hát milyen legyen abban a szobában, hát persze ott azért zajlik a munka. És neked akkor ez hobbi is igazából, ahogy én kiveszem. Igen, tehát igen, ez nem munkaként, hanem hobbiként, és hogyha nem csináltad, akkor lehet, hogy bele is betegednél nagyjából, nem? Ez pontosan igaz? Így van. Egy időben egyébként még tinédzser éveim alatt gondolkodtam, hogy talán meg kéne állni, talán az élet dolgaira kéne koncentrálni, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy egyre betegebb lettem. Rosszul voltam, felkeltem, és mindig, mintha valami hang azt mondta volna, hogy gyerünk, csináld már, folytasd, miért álltál meg? És egy idő után megint visszatértem. Körülbelül egy-két hétig tartott. És a szülők ezt már elfogadták, apukád is, ugye mondtad az elején annyira nem helyeselte ezt a dolgot, elfogadta már, felfogta, hogy a gyerek akkor ez lesz? Igen, tehát kezdi elfogadni, anyukám nagyon örül neki, tehát ő mindig mindenben velem tart. Édesapukám is igyekszik, tehát felmegy Pestre, szól nekem, hogy például itt-ott ilyen anyagokat látott, talált egy ilyen boltot, ahol Dubajból hozzák a ruhaanyagokat, ilyen nagyon szépek. Meg gondolom, nagyon drágák is, nem? Igen. Ebből kifolyólag? Igen, igen, igen. 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 És tehát ebben így igyekszik, viszont amikor szerepelni kell, vagy bemutatót tartani, akkor úgy érzem, mintha egy kicsit feszülne miatt. Mm. Tehát, mintha valami nem tetszene neki. Hát már még nem szokta meg szerintem igen, ezt a fajta helyzetet, hogy mondjuk, hogy ismerté válsz, igen, esetlegesen, igen, meg hogy rád figyelnek. Nyilván ez neki egy idegen dolog. Biztos, hogy helyesli meg büszke rád, gondolom én. Igen, csak igen. Hát ez egy ismeretlen helyzet neki, meg amit szakmától, hogy mondtad, elképzett neked ez a mérnök, egyéb más, az nyilván nem egy rivalda fényben lévő szakmai. Igen, igazából. Mert igazából általános iskola után én a Tóparti Gimnázium textil szakára jelentkeztem, fel is vettek, és egy hétig úgy igazából el is fogadta a döntésem, mert úgy volt vele, hogy jó, hát ha ezt választottad, akkor ezt választottad. Egy hét után nem tudom, mi történt egyébként, egyszer csak fogta magát, és mondta, hogy jó, nem, mégse ez nem neked való, keresünk egy könyvelőiskolát. És akkor könyvelőként végeztél egyébként? Igen, igen. Na, de ez teljesült akkor az ő vágya is valamilyen szinten. Mert igen, akkor igyekeztem. Van egy rendes szakma, de én mindig elmondom, könyvelőket én nagyon becsülöm, elképesztő türelem kell hozzá, analitikus képesség, megfontoltság, higgadtság, például tök alkalmatlan lennék könyvelőnek, mert ott azért kell figyelni, meg ebben a divattervezői szakmában is nagyon kell figyelni, azért igen. Azért nagyon nem mindegy, hogy az ember hova teszi azt, nem tudom, gombot, gyöngyöket, vagy bármi más, tehát ez egy nehéz szakma. Hát igazából volt, hogy teljesen kész volt egy ruha, ugye a modellállományt később tudtam meg, a divatbemutató után igazából, hogy nem is volt jó, tehát volt olyan ruha, amit utána még igazítanom kellett.
Az úgy szokott lenni, hogy amikor ilyen divat bemutatókat mutatnak a backstage, a színpad mögött, hogy mi van, ott látom, hogy a szabász varrónők lázasan, hú, ez nem jó, leszakadt a gomb, igazítsuk rá. Én is így voltam. Igen? Igen. Vittem magammal tűt, cérnát, ollót, és volt, hogy tényleg csomó embernek ott kezdtem el csinálni. Gyorsan felvartam, behúztam, szűkítettem, mondom, mindenképp legyen jó. Hogy telik egy napod? Ugye mondtad, hogy ebben nagyon azért belefanatizálódtál, szerelmesedtél. Hogy telik egy napod? Igazából ennek szenteled a napjaidat, vagy azért vannak mondjuk ilyen hétköznapi emberi pillanatok is a napodban? Hát, mint eszel például, meg alszol, tehát ilyeneket is szoktál csinálni? Persze, na, én is emberben. Nagyon jó. Igazából nagyon kevés szabad időm van. Tehát reggel elmegyek könyvelőirodába, mert egy ismerősömnél dolgozom, besegítek neki. Utána hazamegyek, anyukámnak szintén segítek, mert ő meg ugye egy kozmetikai szalont vezet. Délután akkor hazaesek, letornázok, utána nekiállok festeni, varni, de egyébként van, hogy az egyik kezemmel nekiállok festeni, leteszem, utána nekiállok varni, befejezem, megint előszedem a festményt. Igen, mert láttam a közösségi oldalt, te festéssel is foglalkozol. Igen, egy ilyen hegedűs lány csinálta, nagyon jó lett. Igen, egyébként. Köszönöm. Nagyon, nagyon szép lett. Ez a másik terület, ami így nagyon vonz érdekel, igen, a festészet? Igen, igen, igen. És igen, saját kutfőből, vagy van valaki, akinek a stílusa nagyon-nagyon tetszik, és mondjuk azzal próbálsz megazonosulni, vagy itt is a saját inkább? Inkább saját, inkább. Igazából a festményeimen is meglátszik, tehát a versenyek során nagyon sokszor mondták nekem a szervezők, meg a zsűrik is, hogy rendkívül színes, és olyan kicsit kellett ilyes. Meg jók ezek a festmények azért, mert később mondjuk valamelyik, maradjunk a pólónál, ami mindig lovaglok, hogy például a pólón is ugye fel lehet ezeket használni például nagyon-nagyon szépen, és az csak a tiéd, egyedi mindenféle. Pontosan, szinten. Igen. Sok festményed van már egyébként? Tehát ezzel sokat festettél? Hát igazából lesz egy kiállításom. Na, hát akkor van egy pár. Igen, október 12-én kiállítás is lesz, és divat bemutató. Hó. Tehát egyszerre két itt dolog. Itt a városban? Igen, igen, Fekete-hegyi Szárazréti Közösségi Központban. Úgyhogy egyszerre igazából két dologra is kell készülnöm, egy olyan 20-30 festmény, meg egy olyan 20-30 ruha. Amikor esetleg nem ezt a kettőt csinálod, hogy szoktál kikapcsolódni? Tehát mi az, ami számodra a feltöltődést jelenti? Nagyon szeretek kirándulni, sétálni, meg ugye barátnőimmel lenni leginkább. Igen? Keveset érek rá, sajnos. Persze. Barátnőid is nagyjából ezen a vonalon mozognak, vagy ők teljesen nem, más? Nem, teljesen más, teljesen más. Tehát ők igazából, nem is tudok olyan barátnőmről, aki művészkedne, vagy művészettel foglalkozna, egyáltalán nincs ilyen. De gondolom támogatnak ők ebben. Igen, igen. Igazából középiskolában volt, hogy egy párszor, így a saját barátnőim is így kételkedtek, mert ugye én már akkor is mondogattam, hogy mit szeretnék, mik az álmaim. De ez nem egy hétköznapi dolog, nyilván ugye sokan kételkednek ebben pont a nem hétköznapisága miatt. Igen, igen, és volt olyan barátnőm, aki mondta, de hát Dilán, hát Fehérváron vagy, te ezt nem is értem, hogy gondolod, hogy ezt meg tudod csinálni, ez egyszerűen lehetetlen. És én igazából addig dolgoztam rajta, amíg ez össze nem jött. Így van, és szerencsére most már igen, jó, hál' Isten. Hogyha 10 év múlva beszélgetnénk itt, akkor hol szeretném, mondjuk, az egy viszonylag belátható idő, 10 éven belül mondjuk hol szeretnél tartani te? Igazából szeretnék helyben is majd ruhaboltokat, meg kint Kurdisztánban is, illetve, ha lehetséges, ami nagyon jó lenne, egyszer majd Dubajban. És jó áron el lehet adni a cuccokat. Igen, 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 ott jó áron el lehet adni. Tehát akkor kelet felé, keleti nyitás, meg ugye a magyar-magyar vonalon igen, való. Igen, igen. Hát Európában is igazából gondolkodom, Párizs, Milánó. Itt szerényem. Igen. De így kell, nagyot kell álmodni, azt szokták. Igen, minden. Mert olyankor addig hajt az ember, amíg össze nem jön. Így van. Tehát, hogyha kevesebbet álmodok, akkor ugye az ember megáll egy szinten, és nem halad tovább. Mi volt eddig a legnagyobb elismerés, amit kaptál? Tehát volt, arra szeretnék rákérdezni, volt valaki mondjuk nagy ilyen divatguru, aki mondjuk rád írt a közösség oldalon, vagy találkoztál vele, és hogy na ez ügyes, ebből lesz valami. Volt valami ilyesmi? Vagy mit tekintesz a legnagyobb elismerésnek eddig, amit elértél? Igazából, hát van egy pár ilyen, úgyhogy lehet, hogy egy párat sorolnom kell. Na, kíváncsi vagyok rá. Ismerjük mi is hétköznapi emberek, akik nincsenek benne ebben a szakmában? Igen, igen, igen. Hát középiskolás koromban nagyon szerettem illusztrációkat rajzolni, ilyen ismert pankrátorokról Amerikában, és olyan meglepetés ért, hogy sorba elkezdték megosztani a rajzaimat, és ilyen 30-40 ezer like szám volt. Az nagyon szép. Az igen, gyönyörű. És mindez középiskolában, annyira boldog voltam. Hát persze, azért az...
Ami így a divattervezés terén, hát voltak ilyen külföldi divattervezők, például most legutóbb a Cavalli család lájkolta be a fiú kollekciómat, amit ugye ilyen pólókat terveztem. A póló, mondom én, figyelj, a póló. Igen, rendkívül örültem, tehát első kollekcióm, és már egyből belájkoltam. Hát igen, mert igen. Ez nagyon nagy név. Hát. Igen, én is csodálkoztam, egyszer csak görgetem az Instát, és Cavalli, mondom, biztos? Rámegyek úgy, igen, nagyon csodálkoztam. Igen. Írtak is esetleg valamit, vagy küldtek egy lájkot? Szoktak, igazából szoktak, tehát korábban is így, amikor rajzolgattam, híres albán énekesnők, amerikai énekesek, tehát nagyon sokan megosztották már rajzaimat. A hazai viszonylatban például Opitz Barbara, őt egyébként nagyon imádom, ő mindig megszokta. Akkor volt, hogy a Kálai András igazából megkért rá, hogy rajzoljak neki, azt hiszem olyan 2015 környékén, úgyhogy igen. Akkor szép, akkor jó úton vagy igazából, mert igen, hát azért ezek az emberek nyilván a sztárok, egyediségre törekszenek, olyan, és ők már sok mindent láttak nyilván, hiszen azért rengeteg divatházzal, divatcéggel, márkával vannak kapcsolatban, tehát nyilván olyat, ami azt gondolom nagyon-nagyon átlagos, nem fognak azért lájkolni, mert illendőségből, hiszen ők igen. Már mondjuk többen megtehetik. Igen, egyébként ez rendkívül nehéz, tehát amikor elkezdtem nagyon fiatalon, olyankor, akkor is ugye nyilván töltöttem fel a fotókat, rajzokat, de nem mindig kaptam visszajelzést, tehát észrevettem, hogy nagyon egyedit és nagyon különlegeset kell ahhoz nyújtani, hogy tényleg elismerjenek, ami úgy nekik is megtetszik, amire azt mondják, hogy na, ezt megéri megosztani. Uh-huh. Igen, és de úgy látszik, hogy visszatérve az előzőhöz, hogy tényleg akkor nagyon jó utolja az, hogyha ilyen köszönöm. Emberek azért lájkolják. És akkor mi lesz 10 év múlva, amit kérdeztem, hát akkor már ki fognak megosztani, és kikkel fogsz fotózkodni, kik fognak lájkolni, hol leszel. Ezt igazából nem is tudjuk most megmondani, hiszen azért igen. Belátható, de azért mégsem, hiszen napról napra nagyon igen. Sok, nagyon-nagyon sok minden változik. És gondolom akkor, hogy mondtam, hogy könyvelőként dolgozol, igen. Akkor nyilván azt a területet el fogod engedni könnyes szemmel, ahogy látom rajtad. Hát igyekszem, bár apukám még mindig mondja, hogy mi lenne, ha még azzal is majd a jövőben, de mondtam neki, hogy nem tudom, apa, most inkább. Igen, és? Ezzel szeretnék foglalkozni, festészet, divattervezés. Igen, és apukádra rátérve, ugye szép végszó is lehet akár. Tehát apukád majd ott áll melletted mindig a közösségi oldalon, nagyon-nagyon büszkém, hogy ez az én gyerekem. Remélem. Biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen. Én köszönöm, hogy itt volt, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát további sok sikert kívánok. Nagyon szépen neked. Köszönöm viszont. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.